Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 27-én egy portál nap van. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, itt nyílik egy kapu a spirituális területre, vagy van gyógyító hatása ennek az energiának. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, beszámolok ebben a videóban erről. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. Tehát a forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ott jelenik meg naponta a maja naptár. Tehát a forrás a maja naptár. Ebben a naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Tegnap indult a 12. hullám, tehát 26-án indult ez a 12. hullám, és ez a portálnap április 27-e, a második nap ebben a 12-es hullámban, ami eltart május 8-áig. E felett az egész hullám felett Kán uralkodik, mert Kán indította ezt a hullámot, ami lefordítva magvakat vagy hálózatot jelent. Tehát ez alatt az idő alatt, ha indítunk valamit, az termést hoz. Itt meg lehet valósítani tulajdonképpen a terveket. Amit a NEC jelenthet, ez alatt az egész hullám alatt, hogy vannak kapcsolatok, sőt, vannak internet kapcsolatok is. A majáknál egy hullám az 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A 13-as szám náluk egy misztikus számot jelent, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Ez a 12-es hullám április 26-án indult Kán hatása alatt, ami magvakat vagy hálózatot jelent, és eltart május 8-áig. Ez alatt a hullám alatt kiépíthetünk valamit, vagy aláírhatunk szerződéseket, ami előnyös. Ez a második nap, ez a portál nap, április 27-én jelenti a kapcsolatokat. Például a szerelmi kapcsolatot, téged és őt. Itt megvan a vonzalom, van találkozás, lesznek közös tervek. Amit ez a nap, ez a portálnap még jelenthet, bizonyos szerződések aláírása, mert itt vannak ajánlatok, itt egy szerződés előnyös lehet számodra, akár munkahelyi szerződés, akár adásvételi szerződés, akár bérleti szerződés. A maja naptárban minden nap felett egy szimbólum van. E felett a portál nap felett, április 27-én Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, ami látható a képen. Én megpróbáltam olyan képet kiválasztani, ahol a kígyónak az arca kicsit barátságosabb. Én nem túl kedvelem a kígyókat, és
Itt megemlíteném azt, hogy Mallorca szigetén élünk, és itt vannak kígyók. Nem veszélyesek, de mégis kellemetlen, és néha előfordul, párszor átéltük már, hogy itt a kertben sétálgattak a kígyók. Tehát ritka eset, hogy az ember itt kígyóval találkozik, de előfordulhat. Kétszer vagy háromszor volt itt a ház körül kígyó. Tulajdonképpen kicsi, meg nem veszélyes, de mégis olyan kellemetlen a látványa. Tehát ennyit a kígyóhoz. Ahol még találkozunk a kígyóval, az a horoszkópunk. Ott is van a kígyó, ami utal kármikus témákra. De az a kígyó, ami a horoszkópunkban van, az két részre van osztva. A feje le van vágva. Az egyik kígyó a kígyónak a feje, a másik pedig a kígyónak a teste fej nélkül. Ez jelenti a gondolatokat, ez a kígyó feje, jelenti az érzelmeket, ez a kígyó teste. Ez jelenti a jövőt, a terveket, ez a kígyó feje, és jelenti a múltat, és mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben, ez a kígyónak a teste. A kígyónak a teste az a befele fordulás, a feje pedig a kifele fordulás. Amit tennünk kell, ami a feladatunk, így kármikusan nézve, hogy mi összefűzzük ezt a kígyó fejét a kígyó testével, a gondolatokat az érzelmekkel, vagy a múltat a jövővel, ez akkor történik meg, ha középen vagyunk, ha megvan a belső egyensúly, ha kiegyensúlyozottak vagyunk, vagy ha le tudunk zárni bizonyos dolgokat a múltból, és nem félünk a jövőtől, hanem a jelent éljük, akkor már sikerül tulajdonképpen ezt a kígyót így összefűzni. Bizonyára láttatok már ilyen spirituális képeket, amikor olyan, mint egy gyűrű, és a kígyó feje eléri a kígyónak a testét, a farkát, és képez egy ilyen gyűrűt. És ez tulajdonképpen a spirituális vagy a kármikus feladat számunkra, hogy ezt a kígyót ilyen gyűrű formában összefűzzük. Tehát ilyen témák lehetnek a horoszkópban, ez a téma lehet ennél a portál napnál is, holott a kígyónak más jelentése is van, mert szimbolizálja a megújulásokat, mint egy újjászületést, a változásokat, a transformációt, és a kígyó szimbolizálja a gyógyító erőt. Ha valaki beteg, vagy te vagy beteg, akkor ez a szertartás segít, hogy legyen meg a gyógyító erő. Csikcsán ez a kígyó szintén segít a gyógyulásnál, de az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és most keresel új munkahelyet, ez az energia, különösen amikor előnyös most az, hogy aláír egy szerződést, ezek lehetőségek, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy szerencséd legyen, és kapj egy jó ajánlatot, lesz egy munkahelyi szerződés. Amit ez a kígyó még szimbolizál, és ez kihat a párkapcsolatra, ezek a szexuális témák. És itt is lehet, hogy vannak megújulások, lesz közeledés, lesz ez a testi kapcsolat. Én összefoglalnám, hogy miről van szó ezen a napon, ennél a szertartásnál, megvan a gyógyító erő, segít kilépni egy nehéz helyzetből, ahol félelmek, bizonytalanságok vannak, van testi közeledés, vagy egy jó ajánlat, aláírhatsz egy jó szerződést, megvan a gyógyító erő,
az időpont előnyös egy jó kezdethez, amikor ki tudsz építeni valamit, ami később számodra gyümölcsözni fog. És ez volt a videó. Amennyiben tetszett a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!